Hát talán nem számít, de holnap van a szülinapom. Egy idős vagyok a Magyar Köztársasággal, és a rendszerváltás ígéretein nőttem föl szabadságról és boldogságról, és ami azt illeti, úgy érzem, hogy nagyon elárultak. És nem csak engem, hanem mindannyiunkat, akik itt vagyunk, és mindenkit, aki nincsen itt, mert úgy gondolja, hogy esetleg tehetetlen egyedül, vagy úgy gondolja, hogy minden rendben, mert nincsen minden rendben. Az országban 4,6 millióan élnek szegénységben, közülük 1,5 millióan élnek mély szegénységben, és közben a háztartások átlag jövedelme átlagosan 2%-kal csökken minden évben. Semmi sincsen rendben, mert a legutóbbi 23 évben a politikai gazdasági elitet, a kiválságosok osztályát nem érdekelte semmi más, csak hogy nekik személyesen jó legyen. És ez most nem annyira a haha véleménye, mint inkább az enyém, hogy az egész magyar politikai elit vállalhatatlan. És ha... És ha bennük nem bízhatunk akkor, amikor a társadalom gyakorlatilag a szakadék szélén áll, ha ők kötelességük ellenére helyettünk csak magukon segítenek, akkor, amikor baj van, akkor mi csak egymásra számíthatunk. A 4 évnyi királyságért harcoló pártok megásták az ideológiai lövészárkokat, amikkel barátságokat és családokat szakítottak szét, és amíg 4 évente kivezényelnek minket a szavazóurnák csataterére, 4 évente újra és újra elvérzik a demokrácia. Mindegy, hogy ki nyer választást, mert mi veszítünk. Mert a mi gondjaink csak addig számítanak, amíg tart a kampány. Szóval én azért vagyok itt, mert tudom, hogy amíg betartjuk az ő szabályaikat, csak veszíthetünk, mert ezért hozzák a szabályokat. Megmondják, hogy ki jobb és ki baloldali, ki nemzeti, ki liberális, megmondják, hogy ki radikális és kivel nem illik szóba állni, aztán kényelmesen hátradőlnek és játsszák az országos monopolit, míg az emberek a valódi problémák helyett a pártok által rájuk aggatott címkékkel foglalkoznak. Civil mozgalmak szerveződnek és halnak el sorra, mert képtelenek megtalálni egymással a közös hangot. Hiába egy közös ügy, mert olvasnak egymásról valamit a Népszabadságban, vagy a Magyar Nemzetben, és soha többet nem állnak egymással szóba. Na, ennek kell most véget vetni. És én ezért vagyok itt, hogy elkezdjünk valami újat, hogy változtassunk végre ezen. Mert azt már látjuk, hogy mindannyian ugyanazért küzdünk egy élhetőbb országért. És azt is látjuk, hogy Magyarország lassan egy rakás nyomorék szilánkra hullik szét körülöttünk, és hiába emeljük fel ez ellen a hangunk, mert semmik vagyunk a politika szemében, csak egy kószos statisztikai adat az egész életünk. És ha kéne, ha bajban vagyunk, akkor fentről senki nem segít. De csak akkor vagyunk igazán nagy bajban, ha mi ebbe beletörődünk. Amíg mi mind elhisszük, hogy egyedül vagyunk a világ ellen, esélyünk sincs, de nem vagyunk egyedül. És azért jöttem, mert tudom, hogy ugyanaz a problémánk, ugyanazért küzdünk lényegében, és mert tudom, hogy ha együtt küzdünk tovább, akkor még nincsen semmi veszve. Visszagondolva emlékszem, hogy volt idő, amikor ez nem ment volna, mert merev ideológiai korlátok szabták szét tehetetlen apró csoportokra az őszinte, jóindulatú és tetrekét civileket. Nos, ez volt tegnap, és ez ma véget ért. És ezért vagyok ma én is itt, és ezért vagyunk itt.